Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves nézőnket! Karácsony küszöbén és úgy alapvetően az adventi időszakban fókuszba kerül a jótékonykodás. Pedig a jótékony szeretet nem ünnepfüggő. Jól tudja ezt mai vendégünk is, Váradi Anna, írónő, édesanya. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást! Anna, akkor beszélgettünk legutóbb, amikor megjelent az első könyved, és az Idővándornak azóta már a második része is itt van a stúdióban, elhoztad ide közénk, megjelent a második rész is. Mielőtt magáról a könyvről és az írásról beszélgetnénk, mesélj egy kicsit a nézőinknek arról, hogy hogyan is jött az ötlet, hogy alapvetően az írással te adományozol. Igazából miután sose készültem írónak, tehát én iskolában dolgozom, mint néptánctanár és gyógypedagógus. Egyszer csak jött az ihlet, és úgy voltam vele, hogy ez egy olyan talentum, olyan ajándék, amit én így nem kértem, és kaptam a Jóistentől, és hogy ezt szeretném akkor valami olyan célra felhasználni, amivel tudok segíteni. És ugye a Dévai Alapítvány mindig is a szívemhez közel állt, mert én már gyerekkoromban kapcsolatba kerültem velük. Nálunk a kerületbe nyaraltak dévai gyerekek, és mi is mindig fogadtunk be, és nekem akkor így nagyon tehát a szívembe zártam őket, és vágytam arra, hogy egyszer majd, hogyha lesz lehetőségem, akkor esetleg támogassam őket anyagilag is. Jártál ugye már náluk Erdélyben többször is, ez egybeesik azzal, ahogyan elkezdődött ez az írás folyamata nálad? Hogyan jött? Hamarabb voltál kint, vagy az írás jött hamarabb? Tehát amikor a pályaválasztás előtt álltam, én régésznek készültem, és nagyon komolyak is voltak a szándékaim, illetve már akkor jártam az egyetemre, az ELTE-re, bölcsész szakra, olasz szakra, és akkor meghallgattam Csaba testvérnek egy előadását, a 16. kerületbe hívták meg, és olyan hatással volt rám az, hogy ő a gyerekekkel foglalkozik, és hogy nehéz sorsú gyerekeket fölkarol, és igazából reményt és jövőt ad nekik az alapítvány, hogy én akkor úgy gondoltam, hogy én is pályát módosítok, még így a kezdetek kezdetén, és akkor így váltottam, és a Pető Intézetet végeztem, én aztán pedig gyógypedagógiát Győrben, és akkor így sokkal később jött az írás. Tehát igazából, amikor megszületett már a három gyermekem, a harmadik volt pár hónapos, akkor egyszer csak így jött az ihlet, hogy kicsit lekössem a felszabaduló energiáimat, hogy nem is tudom, mert ugye az anyaság az nagyon sok tekintetben nagyon fárasztó, és nagyon lefoglalja az ember, de ugyanakkor egy szellemi kihívás az pedig hiányzik szerintem sokszor. És akkor ez az írás volt igazából az, ami nekem egyfajta szabadságot, egyfajta utazást jelentett így a otthonról is. És a könyv is valójában egy utazás, időutazás. Az első részről már egy kicsit beszélgettünk, egy korábbi interjúban. Mesélj arról, hogy hogyan jött a folytatásnak az ötlete, mi motiválta, hogy legyen folytatás is. Tehát igazából én ezt már a kezdetek kezdetén is több részesre terveztem. Az Idővándor könyvsorozat az egy időutazással átszőtt történelmi kalandregény sorozatnak a különböző epizódjai. Az első rész az ugye a honfoglalás idejében játszódik, a második részben a szereplők először a jövőbe jutnak, és ott megtapasztalják azt, hogy ha nem figyelnek az emberek a környezetükre, a természetre, akkor mennyire el tudjuk pusztítani a teremtett világot, illetve a 17. századi Szigligettel landol aztán az időgép, és ott pedig megismerkedhetnek a szereplők a Balatonfelvidéki végvári élettel, amiről azt gondolom, hogy azért keveset tudunk. Tehát, hogyha itt vagyunk Egerben, ha a török időkről, a végvári csatákról szó esik, akkor mindenki rögtön az egri vár, vagy Drégel jut eszébe, és olyan keveset tudunk arról, hogy igazából Szigliget, mely a 17. században, ugye a kiségkorszak idején egy szigete volt a Balatonnak, ez is végvár volt, és hogy milyen sok érdekesség kötődik a szigligeti várhoz, például naszát csatákat vívtak ott a Balaton partján, vagy hogyha amikor befagyott a jég, akkor kopjatörésre került sor. Úgyhogy ezt szerettem volna egy kicsit felgöngyöríteni olyan történetekkel, és ugye a harmadik rész is készülőben van, ez pedig a szabadságharcról fog szólni,
így aktuálisan kapcsolódva a Petőfi, jövő évben lesz a Petőfi emlékév, születésének 200. esztendeje. És az volt a célom, hogy olyan szereplőket, olyan helyszíneket is behozzak a történelmi témákban, amelyek kevésbé ismertek. Három gyermekes édesanyaként, és úgy, hogy Bőte Csabának az árváival is megismerkedtél, követed a munkásságát, sokat vagy fiatalok között, és tanárként, pedagógusként is. Mi a visszajelzésük? Honnan tudtad azt, hogy milyen úton, módon nyúj hozzá a mondatokhoz, hogy az majd gyerekbarát legyen? Azt hiszem, hogy a saját gyerekeim erre a legalkalmasabb tesztalanyok, mert amikor megírtam a könyveket, és hát sok-sok átírással jár egy könyvnek a megírása. Tehát az igazán a legkisebb része, hogy kitalálja az ember. Utána még annyi javítás, és annyi átírás, és annyi átolvasás vár rám, és ezeket mindig én felolvasom a gyerekeknek, tehát a kéziratot. És akkor látom rajtuk, hogy tetszik-e nekik, elég izgalmasnak tartják-e. És hogyha mondjuk esténként azt követelik, hogy ezt olvasd, anya, mármint a saját könyvemet, akkor tudom, hogy tetszik nekik, tehát az ő korosztályuknak is szól. Akkor nagyon várták már ők is a folytatást, ugye? Igen, bár az az igazság, hogy ahogy a könyveknek a tehát ahogy a könyvek haladnak így a történelmi időben is, tehát hogy a honfoglalás, török idők, szabadságharc, és az utolsó könyvem az majd a 20. század elején játszódik, a szereplők is nőnek benne, ugyanazok a szereplői a történeteknek, és azt gondolom, hogy igazából az a korosztály, akinek szól a történet, az is egy kicsit már nagyobb. Tehát a harmadik rész kifejezetten már fiatal felnőtteknek szól. Kamaszoknak is főleg. Kamaszoknak is, de felnőtteknek is. Tehát, hogy ez már sokkal-sokkal komolyabb történet. Illetve már a második rész is azért inkább azt mondom, hogy olyan 12 év, 14 éves kortól ajánlanám. Akkor az olvasók is nőnek, illetve a szereplők is. Kik a szereplők? Mesélj erről egy kicsit, hogy hogyan is keverednek bele ebbe az időutazásba, idővándorlásba? Hát a szereplők kifejezetten és tipikusan 21. századi fiatalok, olyanok, akiket, mint ahogy a mai gyerekeket is beszippantja a digitális világ, és már a telefon, meg a tablet szinte hozzá van nőve a gyerekek kezéhez. És hát az volt a célom, hogy megmutassam, hogy az időutazás kapcsán, amikor belecsöppennek más világba, ahol a digitális világ, a virtuális világ nem veszi őket körül, ott mennyi-mennyi értéket és érdekességet tudnak felfedezni. Mennyire nehéz egy mai fiatalt rávenni az olvasásra, amikor mondjuk Bőte Csabával is szoktatok esetleg beszélgetni arról, hogy mire van szükségük. Mennyire veszik a kezükbe a könyveket? Van-e szükség könyvekre, hogy odaadjuk a kezükbe? Igen, ez nagyon-nagyon nehéz téma, és én ezen nagyon sokat gondolkodom, mert a mai fiatalok nagyon keveset olvasnak. És ma például utaztam a vonaton, és azt néztem, hogy még a felnőttek kezébe is csak a telefonok villognak, és nem olvasnak az emberek. Tehát a felnőttek sem mutatnak példát, és szerintem ez a kulcsa a dolognak, hogyha mi szülőként példát mutatunk, ha látja a gyerek, hogy én nem a tévé előtt alszom el, hogy tornyosulnak a könyvek ott a éjjeli szekrényemen, illetve ha egész kiskorától kezdve szoktatom ahhoz, hogy igen, minden este olvasunk. Együtt olvas a család, együtt imádkozik a család, akkor talán ez a példa be tud ivódni. Mert azt gondolom, hogy egyébként az olvasás az egy olyan kincs, amit semmi más nem ad meg. Tehát az, hogy én a saját fantáziámmal teremthetek meg egy történetet, ezt egy kész virtuális inger, amit tévén keresztül lát a gyerek, azt nem tudja megadni. Pedig szerintem a fantázia, a képzelőerő az a Jóistennek az egyik legcsodálatosabb ajándéka, és hogy ezt veszítjük el akkor, amikor kész ingerekkel bombázzuk őket a tévéképernyő előtt. Ugye olvasó felnőtt, aztán olvasó gyermekből olvasó felnőtté is válik, egy író felnőtt akár át is adhatja azt is, hogyha olvas, akár ez az írás készség is fejlődhet, hiszen akkor hogyan legyenek a jövőben íróink, hogyha ugye most nem olvasnak a fiatalok. Mesélj egy kicsit a erdélyi élményekről, hiszen most adventben is jártál kint, de ez már egy többedik alkalom volt, hogy ott megismerkedhettél azokkal, hogy kiknek is megy igazándiból a könyvnek a bevétele, hiszen hogyha valaki megvásárolja ezt a könyvet, az idővándor könyvedet, vagy könyveidet, akkor egy az egyben a bevétel a rászorulóknak jut.
Tehát Erdélyhez én gyerekkorom óta kötődöm igazából, az anyatejjel szívtam magamban, mert nekem édesapám anyukája a Székelyföldről, Parajdról származik, és amikor gyerekkoromban is jártunk ott a Székelyföldön, akkor nekem az mindig egy óriási élmény volt, amikor szétugrálhattuk a rokonainknak mondjuk a szénát a csűrben, vagy a lovaskocsizás, mint pesti gyereknek ez óriási élmény. És én mindig vágytam, mindig húz a szívem vissza Erdélybe, úgyhogy gyakran megyünk, hála Istennek elég gyakran. És jelenleg most egy hete voltunk Nagyszalontán, a Nagyszalontai Szent Ferenc Alapítvány otthonában, ahol 35 gyermek nevelkedik, és tartottam nekik egy kis könyvbemutatót, tehát az azt jelenti, hogy két este fölolvastam nekik a könyvemből, és utána pedig táncházat tartottunk. És hát ami nekem óriási élmény volt, hogy amikor olvastam, akkor olyan csönd volt, látszott, hogy ezeknek a gyerekeknek tényleg még tud adni az ember élményt, mert nincsenek elkényeztetve. Vagy az, hogy amikor táncot tanítottam nekik, a saját gyerekeinket is vittük egyébként, mert ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ők is lássák azt, hogy milyen sorsok vannak, hogy nem csak úgy élnek emberek, ahogy itt a környezetünkben látjuk, vagy az osztályukba láthatják, hanem igen, vannak olyan sorsú gyerekek, akiket elhagytak a szüleik, vagy meghaltak a szüleik, és hogy fontosnak tartom, hogy az ilyen gyerekekkel is barátkozzanak a saját gyerekeim. És hogy nekem az óriási élmény volt, hogy milyen lelkesedéssel fogadták a játékokat, mármint az olyan játékokat, akár mondom, az egy boszorka van, vagy csak egy ilyen kis, amit megtanítottam nekik egy dalt, és ahhoz kapcsolódó játék. Tehát az, hogy ha egy gyerek nincs elkényeztetve, akkor szerintem nagyon sok élményt lehet nekik nyújtani, és hallatlan örömmel fogadják, és talán sokkal nagyobb élmény a számukra ez, vagy az, hogy elvittük őket egy kis kirándulásra, mint az, hogyha ha az ember tárgyi ajándékokat ad, és hogy szerintem sokan, és közéjük tartozom én is, elrontjuk a gyerekeinket. Tehát az, amikor mindent megveszünk nekik, amit csak szeretnének, minden kívánságuk teljesül, mert azt hiszük, hogy így szeretjük jól őket, akkor szerintem óriásit tévedünk. Sokszor sokkal bölcsebb az, hogyha ha élményt adunk nekik, vagy példát mutatunk, és nem a tárgyi dolgokkal kényeztetjük őket. Picit ez a nehézség a fogyasztói társadalom időszakából is ered, ugye mindannyiunk beleesik ebbe a csapdába legtöbbször, főleg amikor ilyen ünnepkörök vannak, születésnap, karácsony. Viszont most, ahogy jártatok, vagy jártok ki Erdélybe, én azt gondolom, hogy nem csak a könyvedet, nem csak a táncházat viszed, hanem egy ilyen anyai szeretetet, és azt gondolom, hogy ez a példa, ez egy életre szól mind a három gyerkőcnek is, meg azoknak is, akik mentek. Hogyha van lehetőségetek ilyenkor személyesen is beszélgetni, akár Csaba testvérrel, akár egy-két fiatallal, milyen gondolatokat osztanak meg veletek, vagy ti miket tudtok nekik mondani? Csaba testvér sokszor mondja, hogy nem lehet megoldani a gyerekek problémáját sok esetben. Tehát az ember egy pillanatnyi jó kedvet tud, vagy egy pillanatnyi mosolyt tud varázsolni az arcukra, és néha ez is elég szerintem. Az, amikor tényleg összeborzolod a haját, vagy ahogy Csaba testvér mondja, hogy földobja magasba, vagy csak magadhoz öleled, tehát hogy sokszor nem lehet megoldani, hogy nekem elmeséli mondjuk egy-egy gyerek azt, hogy hát neki most halt meg az apukája egy hete, vagy az anyukája megy az utcán, és meg se ismeri, csak hogyha így közvetlenül a közelébe elé lép és integet neki. Szóval olyan fájdalmas dolgokat tudnak elmesélni, olyan egyszerűen, vagy hogy mondjam, tehát hogy mintha meg se rázná őket, pedig biztos, hogy a lelkük mélyén azért fáj nekik, de a gyerekek valahogy szerintem könnyebben felülkerekednek, nem agyalnak annyit ezeken a dolgokon, mint mi felnőttek. És tényleg a legtöbbet szerintem ezzel tudunk adni, és én nekem ez az, amire vágyom, és szeretném is csinálni, hogy amikor lehetőségünk van, akkor kimenni, egy kicsit foglalkozni a gyerekekkel, kicsit szeretetet adni nekik, és hát erre bátorítani másokat is. Hogy ez sokat tud jelenteni ezeknek a gyerekeknek, akiknek igazából nincsenek ott a szüleik. A könyveddel is szeretnél tanítani. Említetted már a beszélgetésünk elején a teremtett világnak a védelmét.
és a környezetvédelmet, igazániból a teremtett világnak a megóvását, megvédését, hogyan tudjuk ezt átadni a következő generációnak, vagy azoknak a fiataloknak, akiknek igazániból nagyon nehéz sokszor azt is megmagyarázni, hogy miért ne dobjam el azt az üveget, vagy azt a kólás dobozt mondjuk esetleg, vagy miért kapcsoljam le a villanyt. Igen. A történet szerint egy olyan világba csöppennek a szereplők, ami igazából csupán egy emberöltővel van előttünk, mégis hatalmas pusztítás ment végbe. Én nem szerettem volna a gyerekeket ezzel sokkolni, vagy a fiatalokat, mert azt gondolom, hogy így is nagyon, nagyon sok fiatalban szorongást kelt ez a globális felmelegedés kérdése, vagy akár tényleg ez a sok természetpusztító jelenség. Ezért én kitaláltam egy olyan anyagot, ami miatt, tehát egy fantasy keretébe téve a történetet, tehát ami miatt bekövetkezett ez, de mégis az a célom vele, hogy egy kicsit üzenni, hogy változtatnunk kell, mert különben elpusztult tényleg a világ, és hogy az állatok, növények, a természet az emberre van bízva. Tehát, hogyha mi nem vigyázunk rá, ez ugye az ember, a teremtés koronája, az embereknek a feladata lenne óvni a környezetüket. A beszélgetés elejét ugye a jótékony szeretettel indítottam, vagy a jótékonyságnak a gyakorlásával. Ez is lehet akár egy gyakorlati tettünk, vagy akár a gyerekeknek is, vagy felnőtteknek, régebb óta fiataloknak, hogy így mondjuk. Engem nagyon meghatott az, hogy amikor mondtam az iskolában, ahol dolgozom, hogy megyünk nagyszalontára a gyerekotthonba, akkor a gyerekek a Mikulás csokiukból, volt, aki egy-egy csokit, de volt, aki az egész csomagját beadta, és tényleg egy nagy doboznyi csokoládéval mentünk nagyszalontára, és azt szerintem a gyerekek erre nagyon kaphatóak, tehát hogy azért a gyerekek többsége szerintem vágyik jónak lenni, és örömet okoz nekik, ha jót tehetnek. Beszélgetésünk vége felé közeledve még oszt meg a nézőinkkel azt, hogy te hogy gondolod, hogy hogyan a legjobb jónak lenni, vagy adni, adományozni, ki hogyan tud szerinted, milyen praktikák vannak erre, hiszen igen, itt vagyunk az ünnep küszöbén, és van vágy az emberek szívében, szeretnének adni, de hogyan? Én azt gondolom, hogy legelőször is ugye a családunk fele tartozunk adni, vagy jótékonykodni, és hogy ez talán a legfontosabb a minőségi idő, az, hogy tudjunk időt szállni a nagy karácsonyi kapkodás, rohanás közepette, arra, hogy a család leüljön az asztalhoz, akár a vasárnapi ebéd keretén belül, és meggyújtsa a gyertyát, hogy együtt tudjanak imádkozni. És hát nekem ez mindig is a szívem vágya, hogy olvassunk együtt, meséljünk együtt, beszélgessünk együtt, társasjátékozzunk együtt, és hogyha nincs az embernek ott a villogó képernyő, a tévé, akkor szerintem mindenre sokkal-sokkal több idő van. Nekünk legalábbis ez bejött, hogy amióta kitettük a tévét az otthonunkból, azóta nagyon-nagyon sok mindenre jut idő, sokkal több dologra, mint gondolnánk. Illetve hát szeretném bíztatni a kedves nézőket, hogy amennyiben úgy gondolják, hogy a könyvvel is támogatnák a Szent Ferenc Alapítványt, vagy tudják ajándékozni valakinek, akkor a mi honlapunkon keresztül, a www.idővándor.com-on keresztül meg lehet rendelni saját webshopunkból, és akkor így több adomány megy az alapítványnak is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy az Idővándor legújabb részét is elhoztad ide most a nézőknek, és meséltél egy kicsit magáról, így az adventi időszakodról is. Áldott előkészületet kívánok még nektek és a családodnak is. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Ezzel a gondolattal búcsúzom a nézőktől is. Advent vége felé még. Próbáljunk meg egy picit odafigyelni, hogy valóban hogyan tudjuk a jótékony szeretetet igazán gyakorolni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!